Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, én pedig Charlie vagyok. Akik ma velem vannak... Ficsor Zoltán, azaz Fifika. És Pirkó Krisztián, alias Mujó, távol létében Balogh Dávid, alias Blacky. Én úgy akartam mondani, hogy Balogh Véder, alias Én már megijedtem, hogy közben ideért Krisztián. Nem, Krisztián nem tud ma velünk lenni sajnos, mert ha annyit szabad elmondani, akkor Kingának egy 4-es bölcsességfog műtétje van, úgyhogy őt támogatja most. Ebben a pillanatban épp valamit főz neki, úgyhogy túl van a nehezén Kinga. Ezúton is kívánunk erőt, kitartást a gyógyulás. Hát igen, gyógyulás, mert azért elég nagy procedúra kioperálni 4 bölcsességfogat. Úgyhogy... Igen, jobbulást kívánunk. Igen, szorítunk neked, rád fogjuk küldeni az összes internetes távgyógyítót, Kinga. Gyurcsokkal kezdjük, és a távoli gerinc műtétet. Igen, igen, távoli gerinc műtétet fogjuk kérni. De arra van most Krisztiánnak. Küldünk néhány hűtő, küldünk néhány hűtőrácsot is, hogy hatékonyabb legyen a dolog. Azt hittem hűtőmágnes. Nem. Igen, utána eszembe jutott az a hűtőrács, igen. Zseniális. Arra van esze a Mujónak, hogy itt a hülyeségeket írja Facebookon, nekem most ki kell lépni onnan. Jó. Na és mi volt veletek, mert Blacky sosem tud bejönni így az adás elején, hogy elmesélje, hogy tudom, semmi, de mégis mi történt vele az utóbbi 1-2 hétben? Hát olyan sok minden nem. Volt egy pár húzósabb napunk, ugye amióta kijött ez a Public Health Service közlemény, hogy 95%-kal kevésbé káros, azóta nem nagyon van időnk pihenni, ami azt illeti, nincs nagyon pangás a boltban, rendesen dolgozni kell ezzel, nagyon sok az új kezdő, és hát nyilván. Hát ennek a boltosok örülhetnek. Természetesen. Tehát az nem probléma, hogy jó a forgalom. Ami probléma az, hogy nagyon sokszor az a benyomásunk, hogy itt valószínűleg valahol egy elmegyógyintézetbe tartó busz robbant le, és azok szabadultak be a városközpontba. Mert nagyon-nagyon nehéz esetekkel találkozunk. Na, mesélj már egy párat. Hát az elemi logika hiánya, tudod? Mit tudom én, kezdőkészlettel bejön 2 hét után, hogy nem jó, mert fáj tőle a tüdeje, meg kaparja a torkát, és hogy így a kezembe nyomni az egészet, ezt szeretné lecserélni. És akkor csókolom, elég ám a folyadékot lejjebb vinni a nikotinnál, mit tetszik most szívni? Hát ő nem tudja, mert az, amit tőlünk vett, az elfogyott, aztán bement a Tesco-ba, és levett valamit a polcról, mondom, magácskánál van az üveg? Hát azt hiszi, nála van. Előkotor egy apró átlátszó ilyen műanyag palackot, rajta van, hogy 24 mg. Mondom, és mennyit tetszett előtte szívni? Napi szinten 5 szálat. Szevasz. Metálvilla. Tehát az, hogy igen, az a vicc egyébként, amikor az ember elkezdi ezt az egész dolgot, legalábbis ami nálunk van rendszer, az úgy működik, hogy mennyit szívtál, itt van a teszter, slukkolj bele, nézzük meg, mi az, ami neked kellemes. És akkor mit tudom én, így el tudjuk dönteni, 12-es lesz neki a jó, 18-as lesz neki a jó, vagy mit tudom én. 12-es is túl erős, akkor lemegyünk 6-ra, ha a 18-as se elég erős, akkor meg 24-re értelemszerűen. Na most valószínűleg a nénit beállítottuk 12-esre vagy 6-osra, ő meg úgy gondolta, hogy ők úgy hívják, hogy olyan, tehát olajnak hívják állandó jelleggel, és hiába mondod nekik, hogy az e-liquid az nem olaj, meg glicerin. Levette, hogy oil, az jó lesz. Zseniális. Igen. Lányom hozott ebből a pandlendes liquidbe 88 klúd. Te találkoztál vele, Blacky? Nem. Nem, megmondom őszintén, a Judit a mániákus egy fontos shopba járó, és mindenféle színes, meg pink cuccot összeszedott, de liquidet nem szokott hozni, mert azzal elég jól el vagyunk látva. Milyen? Mesélj! Hát nekem olyan, mintha minden íz, tudod, ilyen cukorka ízesítőből lenne keverve.
mondjuk ez a negatívum, egyébként csak 16 mg-osban árulják, de 1 font, és gyönyörű szép papírdobozban van, eszméletlen rendben van a csomagolása, lecelofánozva, beletéve, kis színes, akármi. Tehát így néztem a nyomdai költségeket, meg a töltést, meg, ne, én nem, tehát ha fejrálok, se bírnám kihozni ebből a pénzből. Igen, én, tehát itt azért vannak rejtélyes dolgok. És made in UK, hozzáteszem. Tehát, ezt írják rá, valószínűleg nem made in UK. Nagyon sok esetben nem az egyébként. Rengeteg olyan liquid van itt, amire ráírják, hogy made in the UK, és nem made in the UK. Maximum ott palackozzák be, vagy ott keverik össze azokat az alapanyagokat, amiket behoznak Kínából. Ugye például ez a Vampire Vape is ilyen. Ezt akartam mondani, például kínai alap, Pinkman. Így igaz. Kínai alap, kínai aroma, egész egyszerűen ők öntik össze, és ők palackozzák be, tehát assembled in the UK körülbelül. Megjött, de made in China. Bocsánat, hogy közbeszóltam. Megjött a te csomagod ma, de csodálatos volt egyébként, mert tegnap nem csörgött a GLS futár, és ide hozta házhoz. Én meg jó munkás ember voltam, és dolgoztam. Hazajövök, cetli, oké, telefon, készcsók, mikor, holnap vagy holnap után, az mondom, nagyon zsír, mindkét nap dolgozom, de mondom, címet tudunk-e módosítani? Persze, hogy tudunk. Jó, akkor mondom, legyen az, hogy Budapest. Megindult a vérrög, mondom, probléma. Nincs, csak akkor másik depó, másik terminál, akkor az csak péntekre tudják. Jó, mondom, mindegy, pénteken is dolgozom, le van tojva. Csak hozzák. Csörög a telefonom ma. GLS futár. Itt vagyok a Kaposvár utca, azt mondom, tök jó, lemegyek. Végül is csak annyit mondtam, hogy péntek és Szerémi út, ő elhozta csütörtökön Kaposvár utcára, és a csomagon várja, rajta van egy nagy cetli, az van rajta, hogy day definite service, kiszállítás meghatározott napon, péntek. Na, hát így sikerült ezt nekik összehozniuk. Egyébként köszönjük szépen, kíváncsi leszek a Vape Monkey-ra, nagyon. Illetve hazajöttem, és akkor a szomszéd fogadott, hogy jött még két csomagom Angliából, a Vape Club elküldte, és nem tudom, kóstoltad már a Milkman-t? Nem. Nem. Zseniális dobozban van, megmutatnám, de tudod, az ekte dobozos tej, fehér. Igen. Azt mondja, hogy for your milky clouds, a doboz oldalán contains no milk, a hátulján pedig, tudod, elveszett gyerekekkel a kép, azt mondja, elveszett. Kérlek segíts megtalálni a következő szponzorált Cloud Chaser-t, vedd fel velünk a kapcsolatot, és akkor ott van egy twitteres hashmark. Ha bármilyen információd van a személyről, ismertető jegyei 18 évesnél idősebb, 5 lábnál nagyobb gőzt fúj, minden ismeretével rendelkezik a gőzképzésnek, nő vagy férfi, és mindig a táskájában van legalább 4 elem. Ezt kibontod, és akkor ott meg benne ott van a kis teljes flaska színű, tehát fehér színű flakon, úgyhogy ez nagyon tetszett, illetve ott van még a Traitor is, ami meg ugye egy 40 millis koponya, amire rámondta Fifika itt az adás előtt, hogy szerinte ez bazári, de szerintem meg rohadt jól néz ki. Úgyhogy hát most már több mint 30 liquid várakozik itt a tesztre, meg várunk még pár dolgot, de az legyen meglepetés. Úgyhogy ez történt velem a héten, és várom, hogy megcsinálják a rohadt nasomat, és még mindig semmi. Nem tudom, mit mondtam az előző adásban, de fölvettem a biztosítóval a kapcsolatot, és tök jó, képzeljétek el, le tudják kérdezni valami adatbázisból, össze vannak kötve az időképpel, vagy mi a valamelyik szolgáltatóval. Mondta nekem a nő, hogy melyik nap. Hát mondom, mit tudom én, mikor volt ez a nagy vihar. Na de napra pontosan jó, kiguglisztam,
Igen, igen, valóban volt villámcsapás a környékünkön, akkor ez jogos, tudom, hogy jogos, bazd meg. Úgyhogy indítsuk el a folyamatot, na bevittem a szervizbe, azt mondta a csávó, jó, bevizsgálás 10 000, mondom, kéne nekem szakvélemény is, oké, az még 9 000, tehát most 19-nél járok, és még alkatrész nincs benne. Az még olyan 3 és 20 000, de lehet, hogy egy kicsit több. Hú, mondom, zseniális. Úgyhogy most várom a fejleményeket, hogy mi a túró lesz, mert alig férek itthon el a külső vinyókon, mert hát most mindent lebekapoltam még pluszba. Úgyhogy hát ennyi történt velem. Krisztián ugye még mindig nem adta ide a Bread of Heaven-t. Azt és várhat. Még mindig a kavicsa killódik. Igen, most mondtam neki, hogy hova fogom tenni a kavicsot addig, amíg nem viszi el tőlem. Úgyhogy hát ha ezzel kis sietségre bírom a srácot. Tegnap össze akartam vele futni, de éppen a Kingával görkoriztak valahol a Hősök tere környékén. Hallatszott a hangján, hogy neki ez nem lételeme és nem életformája. Úgyhogy nem is erőltettem sokáig. Itt vagyunk éppen a Városligetben. Görkorizunk. Spontán volt, és nem tudom, mikor végzek. Te zöröksz? Fifika? Én nem. Blacky, nem én sem. Ülök. Oké, akkor valamelyikötök hazudik. A te zörögtél. Esküre. Biztos, hogy nem zörögtem, mert a saját magamat nem hallom vissza így a mikrofonban zörögni. Na, lényegtelen is. Belecsapjunk abba a bizonyos lecsóba? Talán én elmondhatnám, hogy mi történt velem a héten. Tehát hát várjál, de hát azt nem kell. Azt mindenki tudja. Nem vagyok szarva, érted? Azt mindenki tudja. Csak... Jött a horák is, fagyis én. Kocsi. Már túl vagyunk. A tücskök, a kutya. Hát persze. A lányaidat persze. Lecsitítottad, hogy te most itt podcastelsz. Így van, mindegyiknek leragasztottam ilyen, tudod, ezzel az univerzális ragasztószalaggal a száját. Meg törő között tekertem a lábukra, tehát abszolút fő van készítve a család. Amúgy. Na de Fifika, mi történt veled a héten? Igen. Ne is mondjátok. Azt hittem azt mondja, lépjünk tovább. Ne is mondjátok. Spoilerezek egyet. Holnap nyílik az új weboldalunk. Én ettől kicsit félek. Kattintható. Ettől fél. Charlie egy kicsit. Ő adja a szervert talán. De hál' Istennek minden iszonyú heten volt. Tehát tényleg minden előfordult. Nem, Fifika, nekem iszonyúbb volt. Akkor neked miattad? Iszonyúbb volt. Akkor mind a kettőnknek iszonyú hete volt. De holnap reggeltől kattintható a www.blosszcikk.com. Nézzetek szét. Én mindenkinek azt javaslom, hogy az alapleveknél kezdje a nézelődést. Ennyi. Többet nem akarok spoilerezni. Én meg mindenkinek azt javaslom, hogyha van egy kis türelmük, akkor nálam van a leveseidből kevés 12 flakonnyi. Várja, 4-12 flakon. Jó, ahhoz még vegyél hozzá egy kívánság szerinti 100, illetve 500 millis alaplevet. És azt is kóstoljuk végig? Hosszú nem. Nap lesz. Nem, azt majd kisorsoljuk. Jaj, de rendes csávó vagy. Azt is kisorsoljuk a tetszőleges összetételben. És mi van még nálam? Vigyázzál, mert lehet, hogy csúnyákat fogunk mondani. Mert láttam benne Málnát is. Csak szólok. Jó. Ez legyen a te problémád, nekem meg a gondom. És mit küldtél még, várjál? Valamit küldtél még. Csak már nem merem megmozdítani a dobozt. Ugyan, mert... Jászmin. Jó. Igen. Újra. Eldobhatós, egyszer használatos, cigaretta, formájú, elektromos, cigaretta, teszt, az e-cigitesztek.hu-n. Nagyon-nagyon durva lesz. 18 mg nikotin. Vékony. Vákumkapcsoló. Lesz itt minden, mint a búcsúba. Flex. Sikítókorú. Hát szétfogjátok vágni. Egyet fölszeletelek szerintem. A másikon meg kipróbálom, hogy bírja-e tényleg azt a puff mennyiséget, amennyit previzionálta leírás. Ácsi, puff mennyiség. Képzeld el, hogy
küldtünk a kínainak egy e-mailt, hogy árulja el, hogy a puffot hogy számolják. És ha hiszed, ha nem, géppel szívatják a cigarettát, 2 másodperces lukkok formájában, és erről megküldték a jegyzőkönyvet. Tehát azt hittem, hogy leborulok, amikor... Tehát az, hogy kaptam egy 42 oldalas leírást, érted, ahol még süketkamrába is van a zeldopató cigaretta, hogy van-e háttérsugárzása, meg nem tudom én mi, tehát az, az, érted, az egy tök egyszerű dolog. Tudod, ez a CE tanúsítványhoz mellékedik. De hogy jegyzőkönyvet a slugszámról, hát lefejeltem az asztalt, amikor megláttam, tehát mindenki szigorúan 2 másodpercig slukkoljon csak. Most visszagondolok, hogy hányszor slukkoltam bele 2-nél többet, és akkor azt felszorzom majd annyival. Igen. De én azt javasolnám mindenkinek, hogy ne rémüljön meg a 18-astól, mert lehetne ez szerintem 50-es is. Kicsit gyenge. Nem is a mi torkunknak szárták, Charlie. Oké. Na, szóval ilyenek vannak, voltak, lesznek. Kíváncsi vagyok, ez mennyire nyikorog bele. Nem tudom, hogy most ez a mikrofonkar miért kezdett nyikorogni, de szíjjel verek vele valakit. Hallottuk. Igen? Nagyon jó. Akkor megy vissza Gariba. Na. Úgyhogy most már mindenki elmondta, ne is kérdezz, hogy mi van veled. Azt is tudjuk, hogy mi van Krisztiánékkal, úgyhogy szerintem csapjunk a levesbe. Mit szóltok hozzá? Csapjunk. Hát. Jó. Az első az, és pont ezzel kapcsolatban írt rám Clairvoy, már a Reó sem a régi. Nem bizony. Fantasztikus. Megjelent azon a portálon, amin én hónapok óta nem voltam, ez a gyors technika. $30, szegény Clairvoy. Reméljük, hogy, mert hogy azért írt rám, hogy ha akarom, mert múltkor mondtam neki, hogy megnézném azt a Reót, ami nagyon sokáig nem volt nála, hogy most nála van, úgy néz ki, hogy van vevő rá, hogyha tényleg komolyan gondolom, akkor gyorsan cuppanjak rá is, és akkor még kicsit nyomkodjam meg. De mondtam, hogy nem Clairvoy, mert inkább add el, az a biztos. És remélem még az adás előtt leadja, vagy az úriember nem hallgatja a podcastet, mert 30,71 dollárért van Aluminium Black a Fast Tech-en. Fölnéztem a Alibabára, mert ilyenkor meg szoktam nézni, hogy a nagykereskedőknél van-e hasonló. Tehát ledermettem, érted? Nem, hogy hasonló van, hanem nyilván tömkelegével jönnek most a Reók, hanem hogy képzeld el, hogy még olyan weboldal is van, hogy reocecik.com. Tehát a kínai hamisító még a weboldalt is megcsinálta hozzá. Tehát ez valami eszmélet. Bár nem is tudom, hogy ilyenkor beszélhetünk-e már hamisításról. Hát mi miről beszélhetnénk? Hát persze. Hát, mert ez, készül mert ez már, még eredetiben egyébként? Szerintem ez a fajta már nem. Tehát az a, én ezt a juggatott oldalúkat láttam már. Kikönnyített műanyagban. Ez az eredeti Reo Grand-nak a kópiája tulajdonképpen, ami már, nem is tudom, 3 évvel ezelőtt volt nagy sláger. Hát most valamelyik máshol. Isten nyugosztalja. Igen, Isten nyugosztalja, Bakuritár, emlékeztek, a Maus, neki voltak ilyen készülékei, imádta a Reo Grandokat. Az övét fogtam én is a kezembe, ő mutogatta kicsit is, meg a nagyot is, az újabbat. Ja. Ez a régi Reo Grandnak a kópiája, és most azt kell, hogy mondjam, hogy a Fastek pofátlanul drága, mert ugyanez a készülék máshol 2 palackkal $19 is megkapható. Linket nem adok, mert aki ennyire szereti megcsinálni a fillért, az dolgozzon meg érte. hogy így mondjam, de igen, explicit elérhető a ez olcsóbban is. Aki fillér baszó. Most már úgyis kint van, úgyis teljesen minden. Na mindegy, szóval van olcsóbban, az a lényeg. Szerintem koppunjon az. Kép alapján legalábbis kopogjon az, mint a fasztekes.
Brutális. Szóval igen. Igen. Figyelj már, Blacky, már off topic. A kérdés... Off topic, de megnéztem múltkor a videódat, és rájöttem, hogy te se tudsz tekerni. Zárulja bezárva. Melyiket? Nem tudom, valamit tekertél valami izéből, kerítésdrótból. Tudod, mikor a lábakat hajtogattad izével, fogóval, rádiós fogóval. Ja, igen. A valami dripperbe, már nem is tudom, mi volt az. Úgyhogy... Szerintem Bloomvale, már abban szoktam igen. hülyeségeket csinálni, ott hajlítom a lábat. Össze kell üljünk, és valakit keresünk, aki megtanít minket tekerni normálisan. Jó, lehetőleg olyan embert kell. Oké, megadom a szót Blackynek. Jó. Ő szakadozzon nem, először. Nem, hogy mit kezdtél el? Én csak annyit szúrtam közben, hogy van egy-két tippem. Ja, jó. Nem tudom, de ha valami profit keresünk, akkor olyan tudod, aki legalább 0,5-ös dróttal szórakozik meg a felettivel, annál vastagabban, mert anélkül nincs értelme. Két ajánlunk, Charlie, akinek néztem a videóját, mielőtt elkezdtük a podcastet. Ne idegelj, öcsi! öcsi! Yolo! Yolo öcsit kell behívni. De hát figyelj, hülyéből, öcsém, tehát ilyen fürtökbe állnak a YouTube-on most az emberek. Azt hittem, hogy a keríti az én a szöges dróton lent a határon. Fölkerült a YouTube-ra egy videó, én először azt hittem, hogy ez valami, nem is tudom. Tehát ennek az lesz a vége, hogy igen, hogy de jót röhögtünk, és akkor hamis cigaretta tutoriál. Érted? Tehát az elmebeteg 14 évesnek látszó, nem is tudom milyen tárgy, fogja magát, egy üres hüvelybe vattát tömköd, majd elviszi a kamerát a budi tetejére, letérdel a budi előtt, fölhajtja a deszkát, és meggyújtja a vattával megtömött cigarettát. És figyelj, Fifika, ő rájött, hogy kell manuálisan dry hitet. És akkor, de várj, és azt mondja a végén, látjátok, úgy füstöl, mint a cigaretta, csak nem szívni kell, hanem fújni. Kész volt. Mert ha szívod, nagyon rossz. Én most nézem ezt a videót, lennémítva, de ez szerintem tényleg, ez nincs 14, és nem akarok senki testi adottságaival szórakozni. USA Army. De a karja az mint a hüvelykujjam. Hú, bazd meg. Hogy édesanyád, miért nem baszott le kettő olyan ma? Jaj, oda tekertem véletlen a WC-s részhez. Zseniális. Bazd meg. És várjál, ne menjünk el. Öcsi Jolónak több, tizenvalahány ezer. Ennek a másik idiótának szintúgy 1200 feliratkozó, és 11.699-en megnézték, bazd meg, hogy kell hamis cigarettát tutoriálban. Ezért csökken a dohányzók száma Magyarországon, baszki, mert mindenki, most már nézni fogom, mindenki hamis cigarettával rohangászik az utcán. Ez komoly. Hát, nem is a trafikba veszik, baszki. De figyelj már, azt nézem... Ülpiszkáló vatta van benne, Charlie. Ezt a cigit, ezt nem is kell szívni, csak tudod, ilyen menőbe a kezedbe rakod, és így grasszálsz vele az úton. És ha valamelyik felnőtt rátszól, ez csak kamucigi, ez csak vatta. És égez magától, bazd meg. De a végére azért tudod, meg lehetne egy kicsit pimpelni, hogy kőzetgyapotot rakni, mert az nem gyullad meg. Kicsit szúrna a szájába, vagy mondjuk még a upgrade üveggyapot, hogy az anyádból van neked üres cigaretta hüvelyed, meg öngyújtód. Amúgy nem dohányzom, mondja az elején. De megvan ez a bája, hogy hátul látom a Domestost, a WC illatosítót, harmonika ajtó, hogy anyád miért nem vert nyakon. Lehet, nincs is anyja. Nem tudom. Megnéztem én teljesen. Rohadjak meg, megkeresem az összes Kovács Gergelyt, és mindegyiknek a nőrokonának írok, hogy hát, ha ő az anyja. Holnap csinálunk egy ilyen telefonos kampányt, minden Kovács Gergely nét fölhívunk. Ez lesz a heti challenge. Nem csak azt a Kovács Gergelyt kéne, illetve az anyját kéne molesztálni, van ez a másik is.
nem tudom, láttátok-e, de osztogatták most a héten több csoportban Royal, aki egy adott elektromos cigarettaszaküzletből vett likvideket, készüléket, és ezt a ő is 16 körüli valahol. Jaj, valami valami régebben láttam hasonló korúaknak. Mondja, Csárnyi, mert... Régebben, egy pár hónapja láttam, akkor valami fiatal, az is ilyen 30 kiló vasággyal együtt srác, nem? És a videója elején ott volt valami szöveg, hogy e-cigi, vagy a franc. Aha, stimmel, ő az, hogy csak most megint elővették, meg azóta volt neki több videója. Új, jött új pak, ez most ilyen Donald Dragós, meg mit tudom én. Na, szóval, hát anyám ezzel szokott le, anyámnak ilyen van, csak komolyabb, meg anyám így, meg anyám úgy, és az ő anyja, aki egyébként gőzlér, az erre mit lép, érted? Nem fogja fel, hogy kedves Szabikám, kisfiam, nem kéne ezt a kamera előtt csinálni, mert ennek rossz vége lehet? Figyeljetek már, én azt hittem, hogy ez egyedi és elszigetelt eset a debilizmusnak ezen foka, de nem. Megnézem a videó végén, földobja ajánlatba is, de jobb oldalt. Műsebb készítés, határeset. Ez a Kovács Gergő, aki az előbb elkövette ezt az eposzt, vélog erről a kirablásos ügyről, eléggé kiakadtam. Jó, hát lehet vélemény egy 14 évesnek is. Azt mondja, 20 cigaretta kihívás, történet, cigarettavásárlás 17 évesen. Hogyan ki... Nem ez az egyedi videó. Hogyan készíts hamis cigarettát? Nem hiszed el... 234 ezer megtekintés, bazd meg. Ez tehát valamit nagyon rosszul csinálok. Várjál, hamis cigi évforduló. Kamu cigaretta készítés. Amit te mondasz, ez a Royal Szabi e-cigi unboxing Aspire BDC első benyomás. A kukkeres gyerek. Azaz. Ó, szerelmes kenyér. Na. Így van. Nagyon, valami nincs rendben a kölykök fejében. De az biztos. Nagyon ki nem fogja tudják, nekem, hogy hol van a határ. Ki fogja nekem fizetni majd a nyugdíjamat? Hát ezek mind meg fognak dögleni a vattát szívástól, meg a hülyeségtől. Ó, basz meg. Te még ilyeneken agyalsz, hogy ki fogja fizetni? Ugyan. Senki, most mondom. Jó, hát ez egy költői kérdés volt. Jaj. Jó, hamis cigaretta tutoriált kimaxoltuk, és van itt, tovább mehetek a következő tigiri témára? Tűzőre. Nem tudom, hogy ez az-e vagy sem. Mindjárt megkattintom, hogy... Ja nem, ez a sötét nagyúrnak az egyik pályamunkája szerintem, ami beérkezett hozzá Réti Gabitól. Nem? Ez egy másik. Nem. Ez már annak a folyamánya, nem? Igen, csak én a tapasztalatra a fűztem rá, hogy mondom akkor, hát ha valaki elkezdi keresni a többit is, és de mondd el akkor te, mert hogy hozzád igen, jött. Nem, mert alapvetően ugye volt ez a nyereményjáték, hogy az ECG Infóra vártam olyan videókat, ahol elmondják az emberkék, hogy mit tapasztaltak, milyen javulást az egészségükben, hogy változtatta meg az életüket az egy nem dohány szívnek, hanem elcigit. És játékon kívül érkezett ez a videó, ami itt majd meg lesz található, gondolom, ugye? Berakod a weblogra, vagy hogyan? Yes. Na. Bocsánat, igen, sokan rosszat használ. Szóval Gabinak és Viktornak a videója, amit aztán, ami egyébként nagyon jó, és ezt követte egy később is, ők elindítottak egy Mondd el te is kampányt. Arra próbálnak ösztönözni mindenkit, aki elektromos cigarettával él, hogy egy hasonló videót csináljon, mint az övék, és mondják el a játékban foglaltakhoz hasonlóan, hogy az ő életükre ilyen hatással volt, milyen javulásról van szó, milyen pénzügyi vonzatai vannak. Tehát alapvetően minden, ami tapasztalatuk az elektromos cigarettával kapcsolatban van, mert igenis jó lenne első kézből értesülnie mindenkinek, nem pedig azt olvasni egy újságban, hogy ezért káros, azért káros, ilyen rákkeltő anyagok vannak benne, meg mit tudom én, meg
felvizesedik a tüdőd, na, rengeteg hülyeséget lehet olvasni itt. Most miért szépen majd... nem az újságban olvasol róla, hanem ezt mondják az emberek. Nem csak az újságban, ezt, igen, ezt nagyon-nagyon sok helyen lehet látni, és hogy azért derüljön már ki az is, hogy első kézből milyen tapasztalatok vannak, ne csak ő még sose próbáltam ki, de biztos szar, azt halljuk mindenfelé, meg hogy nem tudom, mit szívsz, meg mit tudom én. Volt olyan komment valahol, valaki beírta, hogy a elektromos cigaretta használ egyébként, hogy a kollégája azt mondta neki, hogy azt tudod, hogy akkumulátor csavat szívsz, ugye? Azért az már egy szint. Igen, a kocsiban is az szív. Ó, és az mennyivel nagyobb. Szóval hihetetlen. Ezzel, amit mondtál, hogy ők elindítottak egy ilyen vándor valamit, pont ezen gondolkoztam a héten, ha hiszitek, hanem, hogy elkezdenek gyűlni a likvidet, azt szétdobálja az ember találkozókon, meg mit tudom is én, de gyűlnek a modok, és nem biztos, hogy mindig az a legjobb, ez az én véleményem, hogyha kisorsolja az ember, mert ez rohadtul a szerencse dolga. És azon gondolkoztam, mi lenne, hogyha én ilyen önző lennék, és hát nem pályáztatnám, meg nem videót készítetnék velük, csak csinálni valami social jellegű dolgot, hogy azt mondom, hogy mondd-e, milyen készüléked van, ő nem tudja, hogy mit kap, mondd-e, milyen készüléked van, és ha olyan skillekkel rendelkezel, mondjuk, hogy azt a készüléket, amit én fölajánlanék, tudod használni, akkor mondjuk én ezt így meglepetésből odaadom neked, az az egy kikötés, hogy ami neked van, azt pedig add tovább valakinek. De hát én attól félek, hogy ez valahol megrekedne valamilyen olyan embernél, akivel találkoztunk már mi is máshol, hogy csak 10 centi kantál kéne, meg fél milliméter vatta, küldjön valaki utánvéttel, vagy még jobb előre postázva, kifizetve. De na, valami ilyesmi nagy alok én is, hogy ne mindig csak tényleg a szerencse döntsön, mert nagyon örülnek mindig a nyertesek, de jó lenne, hogyha tényleg néha olyan rászoruló kapná, aki, mit tudom is, én nem, vagy csak nagyon nehezen engedhetné meg magának, hogy legyen neki egy olyan módja, vagy egy amolyan készüléke, vagy egy haklón kazánja, de egy kicsit mégis drágább, hogy na hát ilyeneken agyalok. Nem tudom. Teljesen jó hangzik. Nekem is volt valami hasonló ötletem. Az nem az igazság, ugyanez, hogy de... engem elkeserítenek. Elkeserít az is, hogy csak akkor ragadnak kamerát az emberek, hogyha valami ellentételezés. Ha van baksis. Igen. Pedig kurva jó videókat láttam. Tehát nekem például a Rastai nagyon tetszett. Volt benne kis poén, hogy ez is csak vezeték, és akkor előkapta a hosszabbító kábelt, meg ez, meg az, meg amaz. Szóval viccesre volt véve. Nekem tetszenek az ilyen videók. De hogy mindig csak azért, mert valamit lehet nyerni, és hidd el, bármit felajánlhatnánk, provárit, ami már ugye annyira mainstream, mert nem tud 200 wattot. Vagy bocsánat, nem mainstream, annyira őskövület már. Old school, igen. Tehát az már így nem inger küszöb már senkinek sem, hogy olyat lehetne nyerni. És például a likvides ajándékra sem jelentkezett senki, hogy mondja már meg, hogy melyik adásban, mert tényleg nem emlékszünk, és tényleg odaadom azt az 1 deci 3-as málnát, csak mondja meg, hogy melyik adásban, de egy jelentkező volt, de félreértette, és azt hitte, és benyögte nekem, úgy megörültem, mondta a percet, másodpercet, órát, majd benyögi egy 72-es adás. Gondolkozok, hát mondom, az a legutolsó, hát abba kértük. Jó, utána neki is leesett. Igen. Úgyhogy, és de afelé is... Laszkó Attilát kell megkérdezni. Igen. Ne, ez ideig csöndbe volt, hogy mire akartam kilukadni? Ja igen, hogy nem áll mindig csak az ajándékért, meg a mit tudom is én miért. De igen, látod, már lassan ez sem működik. Tehát
Hát igen, mert úgy kellett vadászni, meg még Blacky még díjakat is emelt. Nem tudom, hogy végül is az emelt díjakat sorsoltad ki? Természetesen. Én azt mondtam, hogy jó, akkor csináljuk azt, hogy én megpróbálom, felajánlom azt, hogy ha elkezdenek végre mozgolódni az emberek, mert lehet, hogy egy VV starter kit nem elég, hogy megüsse az inger küszöböt, hogy akkor hajlandó vagyok arra, hogy megemelem a tétet, amennyiben ők hajlandók valamit produkálni, és úgy néz ki, hogy működött. De még így is 36 videó jött össze csak. Én ennél, mivel hogy a csoportok taglétszáma elég komoly, ennek a százszoros a legnépesebb csoportban, és akkor ugye nyilván tele vagyunk átfedéssel. Szóval ennél jóval többre számítottam. Minimum 50-re. De csak ugye, amit Rasta is írt, hogy 6-szor vettem föl, felmelegedett, kifogyott, rosszul állt, nem úgy sütött a nap. Rájöttek azért emberek, hogy ez nem fenékig tejfel, ám az igen, a negyed nem óra. Az volt a cél, hogy időzőjelben minőségi kontentet gyártsunk. Azzal is megelégettem volna, mert bőven elég az egyszeri néző számára, hogyha az ember megfogja a telefont, szembeül a kamerával, és azt mondja, sziasztok, Pisti vagyok, mit tudom én, 3 hónapja szoktam át, azóta hál' Istennek jobban érzem az ízeket, mit tudom én, csak kétszer gyűjtöttem rá, és mind a kétszer totál undorító íze volt a cigarettának, nem is kívánom többet. Itt van ez a készüléke, most tök jól el vagyok vele, 24-esre indultam, és most 12-esen vagyok, mindenkinek ajánlom, köszönöm. Ez 2 perc. Érted? Nem kell vágni, csak megfogod, lenyomod, fölveszed, érted? Kész. Teljesen elegendő lett volna. Írtam is, hogy nem kell hollywoodi produkciónak lennie. Ennek ellenére, na. Érted? Ez ilyen. Roppant örülök egyébként annak a 36 videónak, ami összejött, és mindenkinek nagyon-nagyon hálás vagyok azért, ami munkát belefetszölt. Inkább azokban csalódtam, akik like and share, meg osztogatták, meg mit tudom én, és aztán nem kaptam tőlük semmit. Ha érted, mire gondolok. Értem. Tagok, akik itt írogatnak éjjel-nappal, és lófüle nem jött tőlük, pedig reméltem, hogy azért legalább azok, akik egyébként osztogatni szokták az értékes cuccot, már hogy az információra gondolok, a jó linkeket és efféléket, hogy azok egy picit megmozdulnak, de nem. Pedig még a távoli Tajgáról is küldtek videót neked, ha jól tudom. Boris. Hát, igen, Borison mindig be kell szarnom, hogy őszinte legyek. Ez is úgy kezdődött, hogy nem is tudom, mikor kezdődött, ez 40, a 40-es években, és akkor bevágja a Benny Hill zeléjét, és alatt a fekete-fehérben a normandiai partra szállást. Hát azt hittem, mert vágok magamon. De haláli. Haláli volt. Mindenkinek a videója tetszett, egyébként mert mindenki kitért nagyjából arra, ami lényeges volt. És őszinték voltak a srácok, ami külön tetszett. Mert nyilván az őszintesség az olyan, ami látszik. Kellett volna egy ilyen videót, most ez beugrott, hogy ez volt a történetem, sziasztok. Na. Gizi, leállítottad a kamerát? Jó, figyelj, hozzám már légy szíves egy pakli cigit, mert ez kurvára harmatos volt. De egyébként... nélküli, tartszoljon. Igen. Egyébként azt pont nem látom ebben, de azt mindenféleképp be kéne tennünk, hogy mi lesz ez? Csak annyit írok, hogy közvélemény, mert egy kézzel gépelek. Közvélemény kutatás, de nem az tulajdonképpen, hanem melyik egyetem, valamelyik fogtudomány, orvosi kar, mit tudom is én. Kitöltöttem, jelentem. De fölöslegesen, mert ugye még nincs itt az ideje, tehát ez még nem éles. Nem, volt is benne egy pár hiba. És erre akartam kitérni, hogy körbeírtam hírlevélben, aki szándékosan nem olvassa el, mert látom, hogy körülbelül csak a 20-valahány százaléka kattintotta meg. Úgyhogy én megkattintottam. A többi is kattintsa meg, mert azon kívül, hogy ez nem úgy kifejezetten az elektromos cigarettának az átfogó hatásait akarja és fogja majd elemezni, hanem
kifejezetten ők szájüreget, fogakat és a többit vizsgálnak, de például ők nem ajándékot sorsolnak, hanem mindenkit, akit kiválasztanak és elmegy, és a teszt után még azt hiszem, hogy minimum háromszor ilyen-olyan élő erős tesztek lesznek, hogy így fejezzem ki magam. Tehát elmegy a meghirdetett helyszínre, akkor gyönyörű fogkőeltávolítást kapnak, és fogpolírozást. Gondolom, hogy mindenkit szintre hozzanak, és akkor utána vizsgálják, hogy és mint. Az a videó, amit Blacky, te megosztottál, az egy kicsit, nem is kicsit pontosításra szorulna, de inkább azt ne linkeljük, majd a végén inkább én azt mondanám, hogy valahogy föl kéne venni azzal, aki ezt az űrlapot írta, azzal föl kéne venni a kapcsolatot, és elmagyarázni neki, hogy nem jó a kérdések sorrendje, logikája, ha egyszer megkérdezi tőlem, hogy mikor dohányoztam, és például Boris is olyan, hogy nem dohányzott, hanem csak pipázott, és ő azt mondja rá, hogy nem, és utána tovább viszi, hogy hány éve elektromos cigarettázol, és például ott láttam ilyet, hogy mit tudom is én, kevesebb, mint egy éve, kettő-három, következő 5 éve, és a többi hol van. Igen. Meg ilyen fura buktatók, hogy kérdeznek a cigarettáról, de hát én már leszoktam, hát nem dohányzom, de elcigizem, és akkor utána, hogy mióta dohányzol, hát már nem dohányzom, tehát... Volt egy-két zavaros igen, pont. Igen. Lehet, hogy nekik ez nem egyértelmű. Lehet, hogy nekik segíteni kéne, hogy kicsit szavahihetőbb, vagy nem is tudom, milyenebb legyen. Ők azt mondták igen. Egyébként, hogy ezt mindenféle publikációnál, meg kutatásnál föl fogják használni, tehát itt lesz itt nyálanalízis, meg parafint kell rágni, meg mit tudom is én, hogy még micsoda, de neki esnek majd az ember száj üregének vépelés után. És mert legalább megtudjuk, mert azt láttam, hogy lesz ott, mit tudom is, egy nitrogén szintmérés, szénmonoxid szintmérés. Tehát tudni fogják, az tényleg egy exaktul mérhető, hogy mennyit fújsz ki előtte, és mondjuk 10 perc vépelés után mennyi lesz az az érték, és látni fogják, hogy bakker, ez jó. És mondjuk azt nem tudom, hogy fogják, hogy a cigarettásokkal, hogy nekem adják majd a kezembe a cigit, hogy szívjam el, mert lehányom őket akkor. Nem. Hát gondolom, szerintem lesz dohányos csoport. Jó, a kontrollcsoport az így fontos, mert a kocsimban még ott van a nem tudom, 3-4, nem tudom én hány éves doboz utolsó bontott cigi, de nem akarnám még egy teszt vagy felmérés erejéig sem visszapróbálni a dolgot. Azt már ne is próbáljad szerintem, mert az totál ki van száradva. Ha azt mementónak tartogatod, annak jó, de zombi holokauszt esetén még nem venném elő azért. Mert bolondok vagytok. Inkább nem... tegyél oda még egy kis hármas málnát, egy literes palacban, hogyha a nehéz időkre készülsz. De hogyha végképp elfogyott minden, akkor így húzza az oldalára likvid, de málnából csíkokat. Nem, azon gondolkoztam, hát ti nem használtatok sodrot dohányt? Még mikor én fiatal voltam, az volt a divat, hogy a szárazabb dohányba egy szelet almát raktunk, és akkor ez egy picit átnedvesítette. Mert hogy egyébként a kézi sodrású dohány az 3-4%-kal nedvesebb, mint a sima. Igen, betű. Tehát hogy az ne törjön, ugye, mert azt szépen lehet is érezni, mikor frissen... Annak jó illata van, annak jó a sodrása, nem olyan száraz törős, mint egyébként ez a szar töltött cigaretta. Hát nekem van még itthon egy pakli Golden Virginiám, ha ez mond neked valamit. Azt hittem Golden Gate-et mondasz, az mondott volna Golden Virginia. Golden Virginia, az egyik az legdrágább. Mond, az itteni. Az egyik legdrágább kézi sodró dohány. Nekem meg Golden Raspberry-n van, bazd meg. 4 liter, na. Figyelj, kinek ez a kinek Golden Virginia is. Így van. Ez a Golden Virginia is olyan egyébként, hogy otthon egy nagyon prémium dohánynak számít, itt kint meg az egyik, hát legolcsóbb.
dohány, ugyanez a Strongbow, amit ugye, az a Cider, amit a gyerekek eltartott, kisújjalisztek a diszkóban, 800 forintért, itt meg a itt két literes palackot veszi a csöves 2 fontért, szóval igen, ilyen ez a világ. Eltartott kisújjal, igen, zseniális. Szerintem azért mennek arra a menekültek egyébként, mert ócsó nálatok a Strongbow. Tehát ez... Jönnek Ciderért, így van. Ez biztos, hogy így van. De iszonyú, már megint, tehát nem tudom, nyilván a nyár meg a kánikula a kezdete, mert ugye talán a héten már lesz elég meleg is, hogy ahhoz, hogy stranduljunk. De hogy valaki kiteszi, ugye múlt heti podcastben talán beszéltünk, nem, hogy talán, hanem múlt heti podcastben beszéltünk erről a nagyszerű angol cikkről, vagy a 2 héttel ezelőttivel volt, Charlie. Nem tudom. Az a múlt hetiben volt. Múlt hetiben volt, és valaki kitette a Facebookra egy ilyen képet, hogy 95%-kal egészségesebb az e-cigi, mint a dohányzás, és csordaként jöttek a kommentelők, és ez a nagyon ismerős állóháború kezdett kialakulni. Fifika, mi ez? Nem én vagyok. Betámadták Dócot a menekültek lentről? Nem én vagyok. Ne haragudj, csak Borisszal találkoztam épp ma este, és mondta, hogy mindenféleképpen játsszak be neked egy Allahu Akbart, lehetőleg intróba, de aztán csak most jutott eszembe, úgyhogy, mert hogy hát, ha Dóc felé vonul a raj, és csukd be az ablakot, nehogy behallatszódjon. Tőlünk följebb Mórahalom irányában vonul a raj. Na szóval lett egy ilyen Facebook bejegyzés, és hogy még mindig milyen sötét emberek vannak, szóval valami elképesztő, és kiírja, hogy sokkal károsabb, és rákkeltő, és szájrákot kapsz, és tényleg ez valamit Blacky mondott, hogy mit szívsz? Akkumulátorsavat szívsz, érted? Azt. És valami hihetetlen. Meg felvizesedik a tüdőt. Na, sikerült a tisztentésem kivenni? Igen. Igen. Tökéletesen. Itt, tehát igazat mondtam, közben tisztentettem is, és valami elképesztő hülyeségeket írnak a kommentben. Azt mondja, hogy ezzel a poszttal 95%-kal megnőtt az elektromos cigaretta gyártó üzemek bevétele. Pont, hogy vizes lesz a tüdőt tőle. Aztán az egyik vapertársunk odaírta, hogy azért szívják kevesebben, mert nehezebb meggyújtani. Csodálatos kommentek. Én is azon... Elképesztő a sötétség, elképesztő. Hát mindegy, ha elég hangosan ordítod, elhiszik. Igen, és az a szánalmas egyébként, hogy ezzel a dohányosokat is visszafogják attól, hogy legalább kipróbálás szintjén, érted, megismerkedjen a dolog. Tudom, a Facebookon is azt írták, hogy marhaság, kész. Ennyi. Így van. Szóval és ha visszaemlékeztek, ebben az angol publikációban is ez volt, hogy már pedig igenis a negatív propagandának ellen kell szólni, mert az a célunk, hogy minél többen próbálják ki, akik még dohányoznak és nem tudtak leszokni. Bátorítani kell az embereket. Erre Magyarországon megjelen mindjárt az indexes cikk utána, de hagyjuk. Mondjon le. És lemondott, képzeljétek el, lemondott az egészségügyi államtitkár, akinek a levelét még mindig nem kaptuk meg, lehet, hogy ma az e-mail lemondott, nem tudom. Tehát, vagy elolvasta a levelet, és azért mondott le. Vagy olvasta a levelet, és azért mondott le. Nem tudjuk. Én személy szerint sajnálom, mert őt rettentő jó szakembernek tartom. Amikor kinevezték, akkor is elmondtam, de most is elmondom, hogy talán ő az egyetlen ebből az újkori egészségügyi államtitkár áradatból, aki gyakorlatilag az ápolóságtól végigjárta a teljes ranglétrát a kórházigazgatói beosztásig, és mindenben kiválóan teljesített.
Én személy szerint sajnálom, egyébként meg ugye fogalmunk sincs, hogy őt mennyire érdekelt ez a dolog, vagy mennyire nem. Az biztos, hogy még mindig nem kaptunk az államtitkárságtól választ. Úgyhogy fontolgatom, hogy a jövő héten újra elküldünk postán, e-mailbe, és kedvenc barátunknak, Dohányzás Fókuszpont vezetőjének is, hát ha ő neki több belátása, vagy behatása azt lesz esze. Az új államtitkára, és akire még nem tudjuk egyébként, hogy ki lészen. Na, olvasói kérdések, Charlie? Jó, csapassuk szerintem. Marek kérdezte a szlovák állam területéről, tehát ebből mi következik, Fifika? Hogy az egész világon hallgatnak minket. Ennyi, de ha én mondom ki, akkor nagy képűségnek hangzott volna. Így van, bár vékony a történelem könyvük, mint tudjuk. Igen? Összehaverkodott a járda az egyik kedvenc tankommal. Ebbe a randevúba bele is halt szegénykém. Az 5-10 menet vitt... Bocsánat, de kicsit nehéz a kevésszer használt magyart olvasni. Az 5-10 menetet vitte el a nyavaja. Van valami jele annak, hogy a gyártók agyalnak valami újabb, komolyabb szabványon? Például a Chariot kazánomon, ami 26-650 dimenziós, kifejezetten viccesen és elégtelenül néz ki az 5-10 csatlakozó. Vagy szerintetek nincs itt ideje a változásra, vagy nem is lesz szükséges? Sokszor elmondtuk, hogy ez az 5-10, ez tényleg out of date, és tök jó lenne, hogyha több olyan lenne, mint a Provarinak. Erős, nagy menetekkel, csatlakozással, amin aztán rohangázhatnak az anperok. Tényleg, Blacky, ez már nekem is eszembe jutott, hogy már az egónál lett volna lehetőségük arra, hogy egy mérettel lett, és használják is egyik-másik tanknál, ami közvetlenül az egó menetre megy rá. Érdekes módon az olyan tankok, amik ugye a szoknya menetre mennek rá, az M12x05-re, a kazánpalást menete, hogy így mondjam, azoknál, hogyha törik a készülék, akkor viszi magával az aksinak a fejét is, amiben a kapcsoló van, mert onnan nem törik le a porlasztó, csak úgy magától, mert nem az a gyenge pici 5x10-es tartja. Igen, most már igen, csak ideje lenne váltani. Nem tudom, igazából ezt a Suomesto Szemaváros M20x05-ös menetemelkedést, vagy ezt a menettípust tartanám ideálisnak, mert ezt elég egyszerű, könnyű, precízen gyártani. Úgyhogy, de persze, meglátjuk, mi lesz, ez nem rajtunk múlik. Meg kéne támadni az ideje, itt van, az szabványügyi hivatalt. Hát na jó, de amíg Kína naponta 2 millió kazánt le tud gyártani 5-10 csatlakozóval, addig lehet, hogy mi leszünk az egy fecske, aki nem csinál nyarat. Igen, így van, Shenzhenben Kína szabadalmi hivatalt megtámadni, és akkor lehetne esélyt. Ezt annyira kár volt mondanod, de Shenzhenről beugrott nekem valami, amit betettem egy zárt csoportba. Van egy nagyon-nagyon dekoratív, majdnem azt mondom, hogy felteszem. Hölgy. Ja, a Luffy mellő Ropi, igen, láttam. A Luffy mellő Ropi, igen. Nem rossz az, nem rossz az. És egyébként még esze is van, mert egyébként mindenféle számítás technikai rendszereket hekkelget a drágaságom, de nem biztos, hogy de berakom az Instagram profilját, vagy nem, ha már sencsem. És akkor jött a következő kérdés szintén Marektől. Mi a véleményetek az ízesített bázisokról? Gondolok most például a jeges eperre az Impériától. Nem tiszta bázis, de komplet likvid sem. Van egy határozott íze, amit ki lehet pofozni. Piaci rés, vagy felesleges az egész? Hűha, én ezen arra sokat gondolkoztam, hogy milyen bázisnak van értelme egyébként, és két dolog jutott az eszembe. Az egyik az, hogy egy levegést segítő kiegészítővel lehetne turbózni
a bázist, a másik meg az, hogy valamilyen nagyon tuti keserítő anyagot használni a dohányos alaphoz már magában a bázisban. De mondjuk ez egy történet, ez abszolút nincs meg nekem. Úgyhogy nem tudom. Tehát gondolkoztam rajta, én csak nem biztos, hogy van értelme. Ezért külön bázist használni, hogy mit tudom én, gyümölcsöshöz használod. Mert vagy igen, aztán mit készítesz belőle? Ez a fő probléma szerintem. Így van. A Zinaverre az csinált ilyeneket. Nem tudom egyébként, mekkora sikerük volt vele. Én próbáltam a Dirty Neutral Base-t, ami egy kicsit kesernyésebb volt, ahogy mondtad. Ez kimondottan dohányosoknál jött jól, egy kicsit adott hozzá a karakteréhez. Illetve volt nekik mentolos bázisuk, ami kicsit megdobta a mentolos likvidjeimet, de alapvetően ez semmi olyan plusz nem adott, amit egy normálisabb aromával ne lehetett volna elérni. Úgyhogy szerintem annyira nem lényeges. Ugorjunk szerintem a következőre. Jó. Tóth Gyula, plakátprojekt, ezt majd jövő héten. Gulyás Zoltán, engem az érdekelne, hogy mi a véleményetek a TC-ről. Ti hasznosnak találjátok, vagy ez is egy feature és divat irány az új készülékeknek? Csak azért kérdezem, mert Charlie-nak a liquid tesztelős videóban nem TC-s eszközről sokkal jobb ízek jöttek ki, mint Borisnak vagy Mátyásnak. Kedves Zoltán, a sokkal jobb íz a sokkal-sokkal nagyobb kvalitásoknak és a skillnek, hogy tudok üvegszára tekerni, ebből adódik. Nem, csak viccelek. De egyébként tényleg jól sikerült a tekerés. Szerintem azért lesz itt még átalakulás, vagy nevezhetjük nagy szavak a forradalomnak is TC tekintetében, hisz az elején ugye azt hittük, hogy ez az overkill, hogy TC, aztán most meg már ott tartunk, hogy egyes készülékeknél, és pont itt van előttem, én kérek elnézést, egy IPVD2, még ez is tudja a különböző együtthatókat, igaz, csak kettő van fölprogramozva, a Nickel 200 meg a Titán, de tudja. Ez jön. Most az jön, hogy majd mindenféle húzalokat tudsz beállítani, szerintem, aztán majd az jön, hogy beállítod kézzel te, amilyenre akarod, aztán meg lehet, hogy olyan jön, ami mit tudom is én. Nem tudom, tényleg. Ez folyamatosan változik. Igen? A TC az gyakorlatilag egy védelem a száraz szívás ellen, nem? Hát én a Borisnál azt tapasztalom, hogy ez a lusta emberek üzemmódja, mert folyamatosan dry hitet csinál nekem a vattán meg az üvegszálon. Tehát ennyiszer egy adásban, vagy egy forgatási napon nem lehet megégetni a vattát, de neki sikerül. Tehát elszoktak már az emberek attól, hogy mire való egy dripkazán, ha azt mondanám nekik, hogy HKV vagy 5-10 LR, akkor néznének, mint hal a szatyorban. Ez a drip, ez már rég nem az a drip. Az a lényeg, hogy nagy gőz legyen. Na, de ti is mondjátok, hogy mit gondoltok róla. Zoltán? Én kínai TC-készüléket tartottam a kezembe, de azon csak a saját kazánjával működött, tehát csak egy géppel beállított ugyanolyan húzal, tehát nem ilyen szabadon választott dolog volt, és ott kimondottan erre a hülye biztos védelemre volt kitalálva, hogy szárazon ne tudja szívni az illető. Azt meg kell mondanom, hogy annak a kazánnak viszont a gőzével még azért voltak problémák. Ennyi, amit én ehhez hozzátok. Szerintem meg a TC abszolút nem létszükséglet. Nem feltétlenül kell mindenkinek a TC. Ahogy valamilyen szinten Charlie-val értek egyet, abban a vonatkozásban, hogy ez tényleg azoknak való, akik el akarják kerülni a dry hitet, anélkül, hogy komolyabban odafigyelnének. Ha megnézzük, akkor az LCG fejlődésében mindig arról volt szó, hogy egyre kevésbé kelljen beavatkozni, egyre kevesebbet kelljen tudni. Most már csak a wattokat jelállítgatni, a kazán ellenálláshoz automatán hozzálövi az ellenállást, ez a VV ugye, a TC meg még egy fokkal kényelmesebbé teszi, mert elkerülhető a dry hit. De nem olyan dolog
dolog, aminélkül ne lehetne élni, és abszolút felesleges, hogyha az ember hajlandó egy kicsit jobban odafigyelni. Ugorjunk. Azt még el szeretném hozzázárójában mondani, hogy a nem TC-s kazánomon ban április vagy március sítekerés van még mindig, és csak vattát cserélünk. Na, Matula Zoltán ráfűzött a TC-re, és azt kérdezi, hogyha nem vettük még föl az adást, igen, ezt jól hallod, vagyis, hogy jól hallottad, vagyis jól gondoltad. Ha már úgyis TC lesz a téma, itt egy olyan kínai csoda, ami kantált TC-t, hát úgy gondolt, hogy kantált TC-n is ígér. Ha rendesen csinálja és ezredre, tízezredre pontosan méri is a változást, esetleg nem is ellenállás változásra, hanem hőmérséklet szondával oldják meg, akkor a 169-200 dollár közötti ár totál megéri érte. Viszont ha csak olyan, mint az első Smoke M80 Pro-k tudtak, hogy találgat, majd úgy szarra égeti a vattát, na akkor hagyjuk. Esetleg ti találkoztatok már ezzel a készülékkel leírásban, reviewban, akármiben? Én csak annyit tennék hozzá. Én annyit tennék csak hozzá, hogy nem bízom abban, ami egy olyan stabil tekerésből, mint a Kantál, azt ígéri, hogy ő akár csak ezredre pontosan is megméri, hogy mennyit változik. És ez a szonda, ez meg egy halott ötlet, mert ott 5-10 csatlakozó, másik 5-10 csatlakozó, mondjuk a K4-ben még egy rugó, meg egy kollektoraj, meg egy a rugó fölött, ami éppen ahogy ráfeszül, és éppen milyen nedves a kollektortér miatt ráfeszül egy másik csavarra, és aztán az rámegy a báziselemre. Tehát ott nagyon-nagyon sok elem van, és aztán derítsük ki, hogyha, illetve csapjuk fel az álmos könyvet, hogyha mondjuk kint ennek a kazánnak 44 fok a hőmérséklete, akkor bent ez vajon mennyi? Hát ezt nem lehet exaktul meghatározni, szerintem. Tehát én itt életképtelennek tartom ezt a dolgot. Na most... Ez az iJoy Asolo nevű készülék, én ezt ismerem valamilyen szinten, sokat nyomoztam utána, mert ez volt az első, ami Kantállal ígérte a TC-t, és ezt legalább fél éve fejlesztik. Érdekes, de a dolog működik. A dolognak az a lényege, hogy nem hőmérsékletet állítasz, tehát nem Fahrenheitet és Celsiust, hanem wattot, ugyanúgy, ahogy normálisan használnád. Rendesen varivat módban működik a készülék, de ha bekapcsolod a temp kontrollt, ami nem temp kontroll, de majdnem, akkor ahogy elkezdene túlmelegedni a kazánod, ő egész egyszerűen megállítja a tüzelést, megállítja az izzítást. Ezt úgy oldották meg, hogy egy nagyon érzékeny ellenállás mérő van a készülékbe építve, és tudjuk azt, hogy minél melegebb a tekercs, annál jobban melegszik ugye az ellenállás. De amíg van likvid a tartalom vagy a wattában, és amíg szívod rá a levegőt, addig ő bizony nagyjából egy stabil ellenállás értéket lát. Ahogy elkezd megfutni az ellenállás, mert eltűnt a hűtés, vagy a likvid hiánya miatt, vagy nem szívod, abban a pillanatban ő lekapcsolja az izzítást. Tehát ez egy ilyen dry heat védelem inkább. Amúgy egyéb tekintetben 200 wattosnak ígérik a készüléket, láttam róla méréseket, valami botrányszar, ugye az eleve, hogy két akuval, mint a Snowwolfnál, vagy az XQ2-nél ígérik a 160-200 wattot, az valami nevetséges. Egyedül ugye ilyen nagyon-nagyon alacsony ellenállásokkal lehetne elérni a 200 wattot ebből a készülékből, és csak és kizárólag teljesen töltött akunál, és ez természetesen nem jön össze. 0,25 ohmos ellenállásra használta a fiatalember, és akkor áttérdeltek az akkumulátorok, hogy 6,5 voltra esett le, ami olyan 130 watt körül volt, és ez egy igencsak töltött állapotban levő akkumulátornál, és merült állapot környékén pedig 4,8 voltot tudott ráküldeni erre a tekerésre, ami 80 watt. Tehát erősen hazudnak ezek a számok, de ez a dry heat protection működik, láttam róla a videót, és hogyha a kezembe kerül egy ilyen készülék, akkor meg is fogom mutatni, mit csinál. Nincs benne szonda, egész egyszerűen azt nézi, hogy mikor kezd el rohamosabban vagy gyorsabban emelkedni az ellenállás értéke, 0,3 pontosságig mér, tehát így nagyjából pontos. Azt viszont fontos tudni, hogy csak 0,3-as kantállal működik jól,
ha az ember vastagabb húzal tesz bele, aminél lassabban fut fel a hőmérséklet, akkor már megégetheti a vattát. Ennyit tudok róla elmondani. Hát ez elég kimerítő volt. Igyekszem. Ez az, amiért nem adnék egy forintot se. Tehát ha eddig gondolkoztunk rajta, most már nem fogunk. Én nekem az ujjamban van a temperature control. Na fiúk. Jó, nekem meg a boxaimban. Oh, de raj. Ugye? Majd meglátod, a Borisnak is küldök egyet nem sokára. Nem az a baj, hogy neki küldesz, nekem miért nem küldesz? Na jó, akkor neked is küld. Hát, az a minimum. Ha már így kierőszakoltam. Ezt majd megbeszéljük holnap. Jó, ezt majd adást után megbeszéljük. Így van. Kultúra és videó rovatunk van még, azon gondolkoz Fifika, addig én a sorozatba csak annyit szúrok be, hogy rossz a nasom, nem tudtam nézni semmit, csak az AMC-n tudtam megnézni a Fear of the Walking Dead, vagy Fear the Walking Deadnek az évad nyitóját, és pusztuljon el minden reklám értékesítő, aki másfél órásra duzzasztott egy körülbelül 50 perces sorozatot, első részt, de egyébként nagyon oda csaptak vele, és most megint elmondta az ismerősöm, hogy már pedig ő megvárja az évad végét, nem jó, nem szabad így sorozatot nézni, mert gondolkozni kell egy hetet rajta, hogy mi történt. Kell neki az, hogy beérjen. És dühös vagyok, hogy nincs magyar felirat a digitális adásoknál sem, csak angol hanggal lehetett hallgatni, de egész más volt, megnéztem reggel is, meg vagy hajnalban is, meg este is, így is, úgy is. Zsír az minden, hogy... Úgyhogy ennyi. Fifikától várom a kultúrát még mindig, és a videóban mit is dobunk be? Öcsit. Ne idegelj az öcsibe. Szerintem tegyék be a Gabit és a Viktort, a felhívásukat. Ó, yeah. Ja, tényleg. Jó. Oké, tegyük azt be, én pedig úgy gondolom, hogy mi lenne, hogyha évtizedek múlva is meg tudnánk egyszerűen állapítani, hogy mikor húzták ki Kingának minden négy bölcsességfogát egyszerre, és legyen a 73-as adás címe neki dedikálva, és természetesen ilyen költői párhuzamot vonva, hogy nincs itt mújó, legyen az a címe, hogy foghíjasan. Teljesen jó. Jó. Jó, én pedig a kultúrában, miután én még azért attól, hogy dócolvakon, én szegedi születésű vagyok, és az életem egyik részét ott éltem le. Ezért aztán a kultúra rovatban a szegedi kultúra oldalát teszem föl. Ugye tudjátok, hogy most van a SZIM, a Szegedi Ifjúsági Napok. Így van, még a hétvégén tartogat, már Ákos koncert, de még a hétvégére tartogatnak egy-két csemegét, akinek van ideje, kedve, vonatjegye, autója, az jöjjön Szegedre, ne csak a menekültek lepjék el a várost, hanem a fiatalok is. Majdnem úgy köszöntöm, hogy Allahu Akbar. Ja. Homeland. Ezt akartam mondani. Annyira Brody. Homeland lett. Lehet, hogy azt kéne beraknom a főcím elejére. Allahu Akbar. Ennyit tud mindenki belőle egyébként, nem többet, nem kevesebbet, de ez készségszinten. Fiúk, Blackinek először is köszönöm, hogy elküldte a szeretett csomagot. Másodszor, hogy beugrott mújó helyett. Meg egyébként, hogy itt voltunk hárman, és el tudtunk beszélgetni, ki tudtuk tölteni az adásidőt. Lackó Attila, I am sorry, kicsivel több csak, mint egy óra. Még mindig büntetünk. Allahu Akbar. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!